Köszöntöm a televízió nézőket, ez a Hírháttér sportosabb kiadása. Időszakról időszakra Sipos Lilával tudunk beszélgetni a női labdarúgásról, hiszen mégiscsak ő képvisel az elit színvonalat itt a környéken. Ezúttal is ő a vendégem. Hát hogy van a lábad, mert olyan komoly sérülésen vagy túl? Köszönöm szépen. Most már mondhatom, hogy helyre jöttem. Hát 8 hónap volt, tehát hosszú idő keresztül a porc. Tipikus futballista sérülés mondhatom, de nagyon jó volt a rehabilitációm, és hála Istennek ma már 90 percet játszok. Fájdalmat volt nehezebb elviselni, vagy pszichikailag feldolgozni a játék nélküliséget? Mind a kettő. Foci nélkül lenni, ugye elviselni azt, hogy hajlítják, nyújtják a rehabon, és minden nehezen ment, aztán igazából ez tényleg egy türelemjáték volt. Most már olyan, mint régen? Tehát mondhatod, hogy 100%, mert sose lesz olyan? Mondhatom azt, hogy stabilabb a keresztalagon, mint régen, viszont azért időjárás, egyebek elfárad, akkor azért tud fájni, de ez ilyen lesz sajnos most. De nem félted? Nem féltem, féltettem. Nagyon sok szituációban nem mentem bele az elején, de ez meg csak a fejnek a dolga igazából. A beszélgetés apropója az az, hogy kaptam tőled egy üzenetet, hogy 3 vagy 4 év légióskodás után hazatérsz Magyarországra, és magyar profi leszel. Olaszország és Ausztria, illetve Ausztria, Olaszország, Ausztria után vissza a Magyarországra. Azért ez egy nagy döntés. Lefelé megy már a karriered? A jövőre gondolsz, vagy miért ez a változás, változtatás? Azt kell, hogy mondjam, hogyha volt nehéz döntés a karrierem kapcsán az életemben, akkor ez az volt. Ugye nekem azért ugye bejött ez a sérülés is, nagyon sok játékos átesett már rajta, tehát tulajdonképpen sokan ismerik ezt a dolgot, de ilyenkor azért az ember elgondolkodik, hogy szeretné az életét tovább gondolni, illetve most már a Győri Eto FC-nél is olyan jó lett az anyagi helyzet, illetve a női futball támogatása, hogy egy olyan ajánlatot kaptam, amit nem tudtam igazából visszautasítani. Mellette dolgozhatok majd edzőként, ami úgy gondolom, hogy az én jövőmre nézve állhatok két lábon. Na, tehát akkor elárultad, hogy akkor visszatérsz Magyarországra, és az Etóban fogsz játszani. Hát Siska Attilára visszagondolva volt ott erős női labdarúgás is, de ha jól tudom, most nem a női fociról szól az Etóban, a top női fociról szól az Etóban a lényeg. Ugye 2007-től 2009-ig játszottam ott, tehát nekem tulajdonképpen mindig is zöld-fehér volt a szívem, mert ők a nevelőcsapatom, tehát én ott nevelkedtem. És a Siska Attilával, mikor együtt dolgoztunk, akkor ez egy nagyon jó csapat volt, csak aztán akkor még nem volt annyira támogatva a női futball, illetve nem volt egy olyan ember, aki ebbe pénzt rak és a háta mögött áll. Most 2-3 éve nagyon-nagyon összeszedték ezt a dolgot, illetve az Etónak a fővezetősége is nagyon fontosnak tartja a női focit. 3 kanadai, 1 brazil, és még vannak kérdőjelek, hogy ki fog érkezni a csapathoz rajtam kívül. Úgyhogy az én véleményem az az, hogy ez egy teljesen más lesz ez a dolog így nyártól. És milyen lesz a magyar bajnokság színvonala? Mert nem titkoltan azért játszottál Olaszországban is, meg Ausztriában is, hogy a bajnokok ligájában a legmagasabb szinten is ott legyél hétről hétre. A bajnokság színvonala azért lesz véleményem szerint jó, mert azért már aki tudja, van egy Ferencváros, van egy MTK, van egy Viktória, ahol szintén megfordultam, illetve lesz azért a Győri Eto FC. Ahogy hallottam, a Diósgyőr is elég jól bevásárolt, tehát nagyon jó színvonalas kis meccsek várhatóak, és mindenféleképpen az a célom, hiszen a gyűjteményemből még hiányzik a magyar bajnoki cím, kupa győzelmem már van, hogy ehhez hozzá tudjam segíteni a csapatot, illetve bajnoki döntőt tudjunk majd játszani. Picit úgy megkerülted az első kérdésemet, hogy azt mondtad, hogy ugyan, hogy jó, hogy több lábra fogsz állni azáltal, hogy edzősködhetsz is, persze mondtad, hogy miért, szóval hogy edzősködni is fogsz, meg focizni is, szóval hogy lefelé tart már a karriered? Én úgy gondolom, hogy nem. Bármos a kérdés. És nem, hát ezt nagyon sokan megkérdezték. Én nem mondok le a külföldi karrierről, abszolút nem, és nem is gondolnám, hogy ezzel a döntésemmel én hátrafelé lépek, hiszen az ember az életében nem hoz olyan döntést, ami neki negatívum, illetve amivel visszalép. Én azt érzem, hogy nekem egy ilyen műtét után, egy ilyen rehabilitáció után játszanom kell folyamatosan, olyan csapatba kell játszanom, ahol tényleg húzó ember és meghatározó lehetek. A Szentpölten gyönyörű 2 éven volt,
két bajnoki cím, két kupagyőzelem, viszont most a nyáron 7-8 ember fog érkezni a csapathoz, és eddig is úgy működött a rendszerünk, hogy minden hétvégén más csapat találtunk fel, mert ugye annyian voltunk, a bajnokság színvonalat tulajdonképpen nyertünk mindent, és nekem pedig hétvégéről játszanom kell, és nem gondolnám azt, hogy ez az én részemre negatív lenne. Én csak pozitívan gondolkodom, és úgy érzem, hogy ez is egy sikeres évem lesz. Jó, és akkor hol és milyen edző leszel a foci mellett, illetve lesz-e nekem még egyéb dolgaid? Az edzősködést azt ugye én tanultam, tehát nekem ez a végzettségem. Szeretnék még tovább tanulni, az ETO biztosított nekem egy edzői képzést még majd a második évben, amit elvégezhetek. Illetve a vezetőséggel leültem, és valamelyik korosztálynál leszek kondicionális, illetve normál edző, tehát prevenciós, illetve regenerációs edzéseket szeretnék majd tartani. Az első pár hónapban, lehet, hogy fél évben is belecsúszik, be fogok tanulni, mert nem dolgoztam még ebbe, csak tanultam, és nyilván az ember azért, embernek el kell sajátítani azt, hogy miből mennyit, hogyan, de az ETO-ban van jövőm, hiszen mindenki ismer, és lehet, hogy egyszer a foci után bármi edzői állást megkaphatok majd. Most ironizálni fogok, de aki ismer, az nyilván tudja, hogy az egy dolgot nem említettél meg, és mondom úgy, hogy én is, nekem is van olyan végzettségem, de általában játékvezetni is fogsz alacsonyabb osztályokban, vagy nem tudom, szóval eredetileg nem vagy büszke, mint játékos vagy játékvezetőnek adja a fejét? Erre nagyon büszke vagyok, hiszen a családunkban van még egy játékvezető úr. Igen, ezt a részét is, a Bán Attila, így van. Nagyon szeretem ezt a részét is, és ebbe is látok jövőt, és nem gondolom, hogy ez rossz dolog, hogyha az ember látja a futballt egy picit a másik oldalról is, hiszen azért nagyon sok olyan szituáció van, mikor én is a meccsen azt mondom, hogy fú, most aztán, és teljesen más. Tehát hibázik az ember, hoz rossz döntéseket, de amikor én szólok valamit a játékvezetőnek, akkor azért elgondolkodom, hogy hát ez azért az én foglalkozásom is, tehát nem egyszerű. Uh-huh. Tehát tényleg csak ironizáltunk itt ezzel a játék, ki az, aki vállalja, hogy játékvezető lesz, csak a bolondok, de hát, hogy az nem így van, viszont tényleg nem egyszerű szakma az sem. Mit vársz ettől az ETO-s kalandtól, vagy nem tudom, kalandnak éled-e meg, szóval összejöhet az ETO-ban is a bajnoki cím, esetleg a Bajnokok Ligája, mert mégiscsak az a csúcs. Amilyen keretünk most lesz, illetve amilyen anyagi háttér van, véleményem szerint igen, ehhez rengeteg munka kell. Új edző érkezett a csapathoz, teljesen más lesz a felhozatal. Nem lesz egyszerű ez a bajnokság, mint mondtam, nagyon sok csapat van, akik nagyszerű játékosokkal rendelkeznek. Úgyhogy, de ez a kihívás benne, és ha pozitívan állunk hozzá, és úgy fogunk dolgozni, és mindenki megtesz mindent, akkor én úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog. Mikor kezdődik a bajnokság felkészülés? Hogy hol tartotok ezzel? Július 10-én lesz az első edzés, és augusztus közepén fog kezdődni a bajnokság. Addig lesz még egy 5 napos edzőtáborunk természetesen Ausztriában. Úgyhogy fogunk játszani Neulenbachal például edzőmeccset, a Landhausszal edzőmeccset, tehát kicsit megizleljük ezt a nemzetközi porondot. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez jól fog elsülni. És hogy mondtad ezt a Neulenbachot, győztes meccsen 3-1-re a te 3 góloddal nyert a csapat, és hát így búcsúztál tulajdonképpen Ausztriától. Ez mennyire volt megható? Igen, ugye a sérülésemből kiindulva én a másodosztályban játszottam inkább többet, tehát ezt meg is beszéltük az edzőmmel, illetve a vezetőséggel, hogy mivel játékra van szükségem, és a B csapatban pedig 6 ember volt sérült, tehát volt, hogy csere nélkül mentünk meccsre. Többen visszajátszottunk az A csapatból, és az utolsó mérkőzésen dőlt el a bajnoki címnek a sorsa. Azért is csuklik el a hangom, mert nehéz tényleg, és nagyon-nagyon, tehát megható volt így eljönni, hogy 3 gólt rúgtam, és kim volt az összes csapattársam az A csapatból a vezetőség ezen a meccsen, és nagyon jó volt, hogy berúgtam a 3. gólt is, és kifutottam, és mindenkit megöleltem, és tulajdonképpen hozzá tudtam segíteni a Szentpölten 2. csapatát is egy bajnoki címhez, úgyhogy nagyon örülök neki. Volt sírás? Volt. Elbúcsúztattak, virágot, képet kaptam.
Hát nem volt egyszerű tényleg, de nagyon hálás vagyok, és innen is köszönöm nekik tényleg, hogy így búcsúztak el tőlem, és amikor sérült voltam, és mindig mellettem álltak, úgyhogy ez számomra egy hatalmas dolog. No, és akkor mit várnak tőled az Etónál? Azért te ott már egy nagyon rutinos játékos leszel emberileg, és mit várnak szakmailag tőled? Emberileg mindenféleképpen azt, hogy támogassam a csapatot, illetve az edzés munkába segítsem őket, tehát azért nagyon fiatal lesz a keret, az idősebbek közé fogok tartozni, nagyon sokan ismernek, és szerintem 100%-osan ott fogok tudni lenni velük, mind lelkileg, mint játékos pedig az, hogy gólokkal segítsem a csapatot, illetve gólpasszal. Teljesen mindegy, hogy ki rúgja a gólt, teljesen mindegy, hogy ki lesz a gól király a csapatban, játsszuk le a bajnoki döntőt, illetve a kupa döntőt. Sipos Lilának köszönöm, hogy itt volt. A női profi labdarúgás volt a téma. Lila hazatér több évnyi légióskodás után. A Győri Eto játékos lesz a 2017-18-as női NB1-es bajnokságban. Köszönöm, hogy bennünket választottak. Viszontlátásra!